A KLCKT esőzáró ünnepségét Esőház Attila, az egyesület elnöke nyitotta, majd Török László szakmai igazgató és Farkas Ferenc elnök helyettes üdvözölte az ifjú labdarúgókat, és összegezték az elmúlt idényt, valamint az alapítás óta eltelt 25 évet. Végül Márkó Cvik, a Mercedes-Benz gyár termelési igazgatója elmondta, fontos, hogy a gyerekek megismerjék a közösségi összetartozás érzését, és mindenek előtt mozogjanak. Ez az év különösen fontos volt a csapat számára, mivel 25 éves évforduló mellett az egyesület része lett a 12 regionális központ egyikének. Fontosak az eredmények is, hiszen a munkánkat az eredmények alapján minősítik, értékelik, de számunkra ennél sokkal fontosabb, hogy minél több egyéniséget tudjunk megtalálni a kecskeméti, illetve a magyar labdarúgás különböző szintjeinek számára, és gyakorlatilag kollégáimmal együtt ezért végezzük napi munkánkat, hogy minél több ifjú labdarúgót tudjunk felfedezni. A megyei bajnokságban 5 utánpótlás együttesünk végzett a dobogón. 2 bajnokok lettek, míg a megye 2-es felnőtt csapat bronzérmet szerzett. A Mercedes KLA együttesek közül pedig az U16 lett a második. Az érmek kiosztása mellett, amelyet Sipos László Kecskemét önkormányzati tanácsnoka, valamint Losonci László adott át, a csapatok egyéniségei is külön elismerésekben részesültek, így a KLCKTE-SI összes korosztálya felvonult a rendezvényen. Az utánpótlás mellett azonban felnőtt csapataink is jól szerepeltek, a megye 2-es bronzérmes, míg a megye 1-es csapatunk egy ezüstérem mellett gazdagabb. Az egyesület több mint 20 csapatot indít bajnokságokban, és 30 fölött van a csapataik száma. Nagyon fontos a felnőtt csapatok szereplése, hiszen megfelelő szintű ez a szintű utánpótlás, csak megfelelő szintű és a jelenleginél magasabb szintű felnőtt csapatokkal tud megvalósulni. A következő időszak nagy feladata lesz az, hogy az utánpótlás szintjére kerüljön a jelenleg megye egyben második helyezést elért felnőtt csapat, és 2 év múlva már az MB3 megnyeréséről tudjunk beszélni, és a következő szezonban ugye majd az MB2-ben tudjon szerepelni ez a csapat. Komoly beruházások is megkezdődnek ebben az évben és a következőkben egyaránt, melyhez az önkormányzattól is kaptak támogatást. Még idén megépül 2 füves pálya a szabadidőközpont területén, megújulnak az öltözők a Széktói stadionban, valamint egy távlati lépés a Rudolf Laktanya területén megépítendő műfüves csarnok engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése lesz.